az épület maga héjazat cseréje kezdődött meg, illetve egy külső szigetelés. Már javában zajlanak a munkálatok a Búzaszem nyugati óvoda városmajori tagintézményében. Itt május elején kezdődött a felújítás. Az energetikai korszerűsítésen túl az udvarai része is megújul, a gumilapok cseréje mellett új játékokat is kap az óvoda. Bent pedig új csoportszobákat alakítanak ki, cserélik a fűtőtesteket, valamint felújítják a vizes blokkokat is. De nem csak a tagintézményben, hanem a Székhely intézményben is zajlik beruházás. Székhely intézmény az később épült, jobb állapotban van, de a 9 csoportnak nem volt tornaszobája, most megkapjuk. Évek óta vágyunk erre. A városmajori tagintézmény pedig már nagyon elhasználódott állapotban volt. Gyerekek, szülők, dolgozók örömére megújul az óvoda. Nyíregyházán augusztus végéig összesen 6 óvoda újul meg 700 millió forintból. Ez összesen 1300 gyermeket érint. Az energetikai beruházások nem csak az óvodai ellátás minőségének a javítását szolgálják, hanem környezetvédelmi szempontból is jelentősek. Az üvegházhatású gázok kibocsátása 74 tonnával csökken ezáltal évente. A felújítások pedig jövőre további intézményekben folytatódnak. Újabb 8 óvoda felújítása lesz. Külső-belső, ahogy mondják, tehát az udvarok, mint ahogy itt is láthatók, játszótér is épült, tehát egy teljes körű felújítást végzünk, és annak az összege 760 millió lesz. Kovács Ferenc azt is elmondta, a cél az, hogy 2020 végéig az önkormányzat fenntartásában működő mind a 34 óvoda megújuljon Nyíregyházán.